A tolnai német nemzetiségi önkormányzat idén is kiírta a nemzetiségi oktatást népszerűsítő pályázatát. A felhívásra a tolnai oktatási intézmények, civil szervezetek és alapítványok jelentkezését várják. Az idei pályázat beadási határideje szeptember 15-e. Mindenki előtt ismert a vírus helyzet, mégis úgy gondoljuk, hogy talán ha a helyzet úgy alakul, hogy programokat tudnak megvalósítani az általános iskolákban, nemzetiségi oktatás keretében, vagy civil szervezetek, ezért, mint ahogy évekkel ezelőtt is, tehát több évre visszamenőleg az önkormányzat mindig írt ki pályázatot, az idén is kiírtunk egy 600 ezer forintos keretösszeggel, a civil szervezeteknek, alapítványoknak maximum 100 ezer forintot kaphatnak. Ezeket nemzetiségi tánc, ének, oktatásra, rendezvényekre, programokra lehet felhasználni, mindenképpen úgy, hogy a nemzetiség megjelenjen benne. A tavalyi évben 9 pályázat érkezett be, sajnos a vírushelyzet miatt nem mindenki tudta megvalósítani a pályázatát, remélem, hogy az idén, mivel áprilisig szól a megvalósítási időszak, nagyon reméljük, hogy az idén meg tudják valósítani a nagyon remek programokat. Elsősorban az óvodák szokták a Mártonnapi rendezvényeikhez kérnek támogatást, de kirándulásokhoz szoktak, egészségnapokra, sportnapokra, amiben bele tudják vonni a nemzetiségi feladatokat is. 2011-ben egy a német kormány által kiírt pályázaton nyert a tolnai polgármesteri hivatal és a tolnai német nemzetiségi önkormányzat közösen egy kis buszt. A pályázatban előírt egyik feltétel az volt, hogy 9 évig használják és üzemeltessék a járművet. Lejárt a fenntartási időszak, így a két önkormányzat úgy döntött, hogy értékesítik a 9 fős kisbuszt. Erre nyílt pályázatot hirdettek meg. A másik, amire kiírtunk pályázatot, hogy értékesíteni szeretnénk a kisbuszunkat, ennek lejárt a fenntartási időszaka, így az önkormányzat, a nagy önkormány, vagy a városi önkormányzat már nem tudja vállalni a fenntartási költségeket, ezért úgy döntöttünk, hogy inkább értékesítjük, és az ebből származó bevételünket pedig nemzetiségi feladatokra szeretnénk fordítani. A gépjármű értékesítésre augusztus 31-ig lehet beadni a pályázatot, ez egy zárt borítékban kell az ajánlatokat, és minimum 3 millió forintért szeretnénk eladni a buszt. Úgyhogy várjuk a pályázatokat. A Tolnai Hírlapban jelente meg mindkét pályázat, a pályázati kiírások pedig a Tolnaváros honlapján is megtalálható. Fülöp Mónika, tolnai német nemzetiségi önkormányzat elnöke kiemelte, hogy a 9 éves kisbuszban alig 38 ezer kilométer van, és a megvásárlásával nem csak egy kiváló állapotú járműhöz jutnak hozzá, hanem támogatják a német nemzetiségi önkormányzatot is.